padló. Látni lehet rajta a jeleket, 40 éves ugye el van használva. Kopott és lassan járhatatlan a padló a Derceni Magyar Óvodában. A fal sok helyen penészedik, mivel az épületet télen nem tudják rendesen fűteni. Az épület 40 éves, az állaga az eltelt évtizedek alatt jelentősen leromlott, ezért megérett a felújításra. Jelenleg az óvodánkban 70 gyerek van. Csoportonként el vannak osztva nagy csoport, középső csoport és két kis csoportunk van. Jelenleg az én csoportom nagy csoportos, 20 gyerek jár bele. Ez az óvoda 40 éves. Nagyon elavult. Minden éven újítunk rajta, de viszont most a kereteink nagyon leszükültek. Ezért segítségre szorulunk sajnos. A plébániáról kaptunk segítséget. A református egyházunktól kaptunk segítséget, Zsukovszki Miklóstól, a polgármesterünktől kaptunk segítséget. Bíróolajos vállalkozótól kaptunk segítséget, de mind ez még kevés ahhoz, hogy hát fel tudjuk újítani ezt a gyönyörű szép óvodát. Magyar ajkú óvoda, minden gyerek magyar nyelven beszél, szeretnénk ezt megőrizni, hogy épp testben, épp lélek legyen. Szeretnénk, hogyha Magyarországról tudnának segíteni, mivel minket úgymond egyszerűen eltaszítanak, vagy nem is tudom, hogy nevezzem őket. Mindent odaadnak más óvodának, de mivel mi magyarok vagyunk, ezért nem kapunk tőlük elegendő segítséget. Dercen a munkási járás legnagyobb magyar települése. A helyi magyar óvodában jelenleg 70 gyerek jár. Az ukrajnai háború és a gazdasági válság miatt jelenleg nem jut állami pénz az épület tatarozására, ezért sok esetben a szülők segítenek, amiben tudnak. A legközelebb van nekünk a szülők, és közösen megbeszélünk, hogy mire a legnagyobb szüksége van, és mindig próbálnak nekünk segíteni. Tehát segítnek nekünk felújítani tankszerek, segítnek felújítani a termet, ha kell ilyen kisebb valamilyen meszelés vagy festés, mindig segítnek, de hát mindig, minden rájuk az ők vállókra nem lehet rátenni mindent. Ha magyar óvodát nézek, akkor magyar vonalat fogja követni. Kárpátalján szinte nincs olyan magyar óvoda, amely ne szorulna kisebb-nagyobb felújításra. Hangzott el a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett óvodapedagógusok konferenciáján Beregszászon. A magyar kormány óvodafejlesztési programjának köszönhetően most 2 milliárd forint jut majd a kárpátaljai fejlesztésekre. Nagy öröm számomra, hogy most a 17 éve megrendezett óvodapedagógiai konferencián örömteli híreket tudok közölni az óvodapedagógusokkal. A magyar kormány jóvoltából Kárpátaljára is jut egy jelentős támogatási összeg óvodai program fejlesztésére. Ez körülbelül 2 milliárd forint, aminek a felét az egyházi óvodai fenntartású intézmények, a többit az államiakra fordíthatjuk. Bár az arányok mások, tehát 75-80%-a a gyerekeknek állami óvodába jár, de ez is egy lehetőséget ad arra, hogy az ottani nagyon rossz körülményeket javítsuk. A Pedagógus Szövetség hát egy jó 2-3 hónapos előkészítő munkával alapozta meg ezt a pályázatot. Ebben mi javaslatot tettünk egyrészt infrastruktúrális fejlesztésekre, hogy hol lehetne javítani a körülményeket, másrészt egy másik pillér ennek a módszertani fejlesztés, vagyis a pedagógusok kapjanak modern eszközöket, tehát sajátítsanak el új módszertani eszközöket, és ehhez legyen fizikálisan is eszközök, tehát informatikai és egyéb anyag, amivel fel tudják használni a nevelés kapcsán. És egy pillére a berendezések, mert legtöbb óvodában, ahol magam is jártam, ott 70-es, 60-as évekbeli berendezéseket is tapasztaltam. Volt olyan óvoda, ahol Klebersberg kunói állapotokat tükrözött a 200 éves épületben, foglalkoztak most is a gyerekekkel, ami akkor vagy még azelőtt épült egyházi vagy állami oktatási intézménynek. Egyelőre erről tájékoztattam őket, hogy mi hol kapható. Mi nagyon várjuk, hogy minél hamarabb meg tudjuk kötni a szerződést, mert még ez nem történt meg, hiszen építkezni különösen csak nyáron lehet, és nagyon remélem, hogy
hamarosan sor kerül erre ahhoz, hogy hozzákezdjünk és a vállalásokat tudjuk fejezni, mert azt szokták volt mondani, hogy kétszer ad az, aki gyorsan ad, és különösen így az Ukrajnában, ahol napról napra inflálódik a pénz, mennek fel az árak, és a szakemberek hagyják el a területet, mert máshogy is kaphatnak munkálatokat. Minden esetre ez megnyugtató volt a mai nap folyamán, és szerintem mindenki úgy tér haza, hogy bizakodik. A tervek szerint az óvodafejlesztési programnak köszönhetően új óvodák és óvodai csoportok is nyílnak majd Kárpátalja szerte. A magyar nyelv tanulása hatalmas népszerűségnek örvend az ukrán lakosság körében is, így olyan településeken is nyílhatnak magyar óvodai csoportok, ahol nem volt intézményes magyar oktatás. Kárpátalján van számos olyan település, ahol élnek magyarok, vagy nagyon sok magyar identitású, de a magyar nyelvet már nem jól, vagy egyáltalán nem beszélő személy lakosság van. Ahol mindenféle magyar intézményes oktatás megszűnt. Na most ezeken a településen most igény van újra a magyar nyelvű intézményes oktatásra. Ide tartozik Szerenye, Nagyberezna, Perecseny, vagy akár ezek katolikus vidékek, vagy akár mondjuk a Felső-Tiszavidéken Terebesfehérpatak vagy Tarackköz, ahol nem volt és nincs is magyar óvodai csoport, de ide tartozik Bilke, ahol református közösség van, de ukrán az Isten tisztelet nyelv. És vannak olyan magyar falvak is, amelyek vagy azért, mert a nagyvárosokhoz csatolták, és most már városi szorványnak számítanak, az iskolákat megszüntették, vagy azért, mert például a közösség már nem tudja fenntartani a tiszteletesét, ott állnak üresen a parókiák, és itt viszont a lakosság igényelne óvodát, például Minaj, vagy a Gödényháza nagyszülősi járásban. És a városokban egyre nagyobb a szint ukrán lakosság köréből a magyar nyelv iránti érdeklődés, így például Ungváron a Saktai óvodába kezdeményezték a magyar csoport indítását, meg számos városi településen, sőt, mi több, újabban az a tendencia van, hogy a magyarok szorulnak ki a magyar csoportból, mert ha nem élelmesek, akkor nem adják be idejébe a kérvényt, akkor arra hivatkozva, mert betelt a magyar csoportba a hely, nem veszik fel a magyar gyerekeket, ezért jó lenne ezt orvosolni, és a városokban elsősorban Beregszászban, meg Ungváron, Munkácson, Szőlősön többé-kevésbé megoldott a helyzet, vagy akár Técsőn magyar óvodai csoportokat nyitni. Kárpátaljai oktatási szakemberek szerint az óvodafejlesztési programnak köszönhetően több gyermek járhat majd magyar óvodákba, illetve magyar csoportokba. Ezért megnőhet majd a magyar iskolákba beiratott gyermekek száma, és jelentősen megerősödhet a több mint 100 tanintézményből álló kárpátaljai magyar oktatási hálózat is. A szürke hétköznapi keresztény embernek fel kell ismerni az Istentől kapott talentumaimat, lehetőségeimet, és ezekkel jól kell élni. Ezekkel jól kell gazdálkodni, sáfárkodni. Ezeket tovább kell adni, mert akkor eljön az Isten áldása. Zsukovszky Miklós vasárnapi istentiszteletet tart a Derceni Református templomban. A közel 3000 lakosú, túlnyomó többségében magyarok lakta község fiataljainak nagy része külföldön keresi kenyerét. Az ukrajnai mély gazdasági válság az alacsony fizetések miatt kellett elhagyni szülőföldjüket. A nehéz helyzetbe került közösség egyik támasza az egyház. Én úgy gondolom, hogy az egyháznak a legfontosabb szerepe mindig és mindenhol, hogy hirdesse az Isten igéjét, hogy lelki táplálékot úgy mondadjon a hívek számára. És úgy gondolom, hogy Kárpátalján ennek talán többszörösen is szükségét látják a hívek, hiszen naponként találkozunk olyan helyzetekkel az életben, amikor hit nélkül nem lehet elhordozni a próbákat. Legyenek ezek betegségek, amikbe nem igazán van megfelelő orvosi ellátás, nem igazán tudnak hozzájutni a hívek a gyógyszerekhez, hiszen nincsen szociális háló, nincsen egészségügyi biztosítás, tehát az embereknek mindent teljes áron kell megvásárolni, és amikor egy néhány ezer forintos nyugdíjakból élnek az emberek, akkor bizony nagyon nagy szükség van a hitre,
az imádkozásra, az egyháznak az összetartó erejére. Természetesen ezekben az esetekben nem mindig csak a hit, ami a legfontosabb, hanem az is fontos, hogy valamilyen módon próbáljon meg egy-egy közösség segíteni a saját tagjainak. De úgy gondolom, hogy nagy szükség van erre. Szükség van a fiatalok számára. Hál' Istennek elmondhatom azt, hogy mintegy 70 konfirmandus növendékünk van, akik az élet kezdetén vagy elején vannak még, és talán az életben nagyon sokszor fognak olyan helyzetekkel találkozni, amikor meg fogják látni, hogy reménység nélkül, hit nélkül nem lehet megmaradni. Úgy gondolom, hogy ebbe az időbe, gyerekkorba kell, fiatalkorba kell beleplántálni az emberekbe azt, hogy legyen valamilyen Istenhez való ragaszkodás, hogy tudják azt már a kezdet kezdetén, hogy ők ebbe a teremtett világba nincsenek egyedül. Isten nem bedobta őket valahova, hanem Isten megalkotta őket, és a teremtő, az alkotó az ott van mellettük, csak meg kell szólítani. Ezért tanítanunk kell a fiatalokat is imádkozni, az Istent megszólítani, az Istenre figyelni, Istentől várni, és az Istennek engedelmeskedni. Szüksége van a felnőtt embereknek erre, akik nagyon sok próbatétel között vannak itt Kárpátalján, és itt említhetnék akár nemzetiségek közötti kezdődő ellentéteket, mert ezekkel is egyre inkább számolnunk kell. Ugye a nyelvtörvény, amit bekívánnak vezetni, és korlátozni kívánják az anyanyelvünknek a használatát, hogy a gyerekeink ne tanulhassanak anyanyelven, és hogy ne szólalhasson meg Mariska néni vagy Juliska néni, aki itt született Kárpátalján, és 70 éves, és soha más nyelven ne beszélt, hogy ne szólaljon meg azon a nyelven, hogy az egyik ember a másiknak a piacon a szomszéd falusi magyar emberek ukránul adjanak el portékákat és egyebek. Tehát ezeket mind-mind számításba kell venni, és ezek mind-mind ránehezednek az emberre. Tehát nem csak a gazdasági nehézségek, problémák, amik vannak, nem csak a fiatalságnak az elvándorlása, vagy külföldön való ideig, óráig való tartózkodása, hanem az itteni létnek is a naponkénti nehezedése. Ez mind arra készteti az embert, hogy keresse az Istent. És nekünk, a Kárpátaljai Református Egyháznak, a derceni gyülekezetnek pedig az a feladatunk, hogy ezt az Isten keresést, ezt meg elősegítsük, hogy az emberek megtalálják az Istent. Dercenben a Református Egyház támogatásával évek óta szegény konyha működik. Ezt is Zsukovszky Miklós szervezte meg. Naponta 80 adag kétfogásos melegebédet kapnak a rászorulók, öregek, egyedülállóak, akiknek a jövedelme még a rezsire is kevés, nemhogy az ételre. A konyha tehát sok esetben a túlélést jelenti az embereknek. Szomorú, hogy az étellel támogatottak több mint fele iskolás gyerek. Nagyon sok esetben ezek az emberek nélkülöznek, és ha tőlünk nem kapnának meleg ebédet, akkor valószínű, hogy akár éheznének is, vagy legalábbis nagyon nagy szükséget látnának. Mi ezt látjuk, és ezt tapasztaljuk közöttük forogva. Illetve nem csak időseknek viszünk ebédet, hanem most ebbe az évben sajnos egy új területet is meg kellett nyitnunk, ez pedig a rászoruló gyermekek étkeztetése, hiszen ebbe a tanévbe az ukrán állam megszüntette a gyermekek étkeztetését, mivel azt mondják, hogy sajnos erre nincs anyagi lehetőségük, és így a mi gyerekeink is, tehát decemberben se kapnak az államtól étkezést, nem csak az általános anyagi helyzetben lévő gyerekek, hanem a szociálisan rászoruló gyerekek sem kapnak étkezést, és ezért úgy döntöttünk, hogy kicsit bővítjük a szolgálatunkat, és most már több mint 20 gyerek az, aki az iskolából óraszünet között dél körül átjön ide hozzánk, és elfogyaszt egy meleg ebédet. Nagyon fontos ez, mert egyébként ezeknek a gyerekeknek
reggel 7 órától, akár délután 2 vagy 3 óráig itt kellene lenni az iskolába, legfeljebb egy otthonról hozott szendvicssel, vagy anélkül sok esetben, mert ilyeneket is hallunk, hogy amíg nem vettük ezeket a gyerekeket a szárnyaink alá, addig ezek a gyerekek semmilyen hétkezésben nem vettek részt, vagy tehát éhen voltak tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, de sajnos azt kell mondjam, hogy egyre nehezebb ennek a szolgálatnak a fenntartása, hiszen egyrészt a gyülekezet az, aki fenntartja, illetve vannak még más támogatók is, a Magyar Református Szeretetszolgálat és egyéb támogatók is vannak, de egyre szűkülnek az anyagi lehetőségek, és mi elértük a határt, tehát több ilyen gyermeket nem tudunk most már idefogadni az étkezdébe, pedig helyünk lenne fizikailag, kapacitásunk is lenne, de sajnos anyagi lehetőségünk erre nincsen. Figyelem, figyelem! Riasztás tűzesethez, gazdasági épület. Debrecenben több mint 10 éve egyházi tűzoltóság működik, amely magyarországi segítséggel Zsukovszky Miklós ötlete eredményeként jött létre. A támogatásoknak köszönhetően jobban van felszerelve, mint az állami tűzoltóság. Segítenek baleseteknél és az árvízi mentésben. Eddig több mint 500 bevetésen vannak túl. Az egyik legemlékezetesebb a 3 évvel ezelőtti nagy dunai árvíz, amikor az anyaországban segítettek. Egy 9 tagú, szivattyúkkal felszerelt csapat Tahitót faluban teljesített szolgálatot. Kaptunk is egy nagyon nagy feladatot, egy nagyobb parkolónak a szárazon tartását, hiszen ott az egy deponáló hely volt, ahol töltötték a homokzsákokat a környező településekre. Ezt a feladatot sikerült végrehajtani, és mindvégig, holott 1 méterrel volt magasabb a homokzsákokból rakott gáttól a Dunának a vízszintje, nekünk sikerült visszaszivattyúzni a vizet az ellennyomó medencékből, és ez a parkoló száraz maradt, feladatot teljesítettük, 1 hétig voltunk Tahitót faluba, és nagy-nagy örömmel jöhettünk haza, hiszen Tahitót falu megmenekült a dunai árvíztől, a lakosságot nem kellett kitelepíteni, illetve árvízkárok nem keletkeztek. Az esperes azt mondja, teljesen váratlanul érte, élete legnagyobb meglepetése az, hogy tiszteletbeli székelynek választották, hiszen ő csak tette azt, ami egy pap feladata. A cím viszont még nagyobb felelősséggel jár, és fokozott erőbedobásra készteti. Életem legnagyobb meglepetése volt, amikor ezt a kitüntető címet megkaphattam. Nagyon meglepődtem rajta, hiszen soha életemben nem tettem, úgy gondolom, többet, mint ami egy református lelkipásztornak a hivatása. Igyekeztem összetartani a gyülekezetemet, a magyarságot itt Kárpátalján. Úgy gondolom, hogy ez a cím, ez mostantól kezdve még inkább elkötelez engem, hogy még nagyobb odaadással szolgáljam a gyülekezetemet, a gyülekezeteimet, hiszen esperes vagyok a Beregi Egyházmegyében, és még inkább a megmaradás, mert a szülőföldön való megmaradás mellett kitartásra ösztönözzek mindenkit, hiszen a székely nép, ha porlik is, mint a szikla, de akkor is szikla maradt, kitart. Én azt hiszem, hogy nekünk kárpátaiaknak is így kell, kárpátai magyaroknak is így kell élni és megmaradni itt Kárpátalján, a szülőföldünkön. Úgy gondolom, hogy Isten ebben segítségünkre lesz, és meg fogunk tudni maradni az ő segítségével. A debreceni lelkipásztor úgy véli, hogy az egyik legfontosabb feladat ma tartani a lelket az emberekben. Nagyon nagy szükség van arra, hogy ebbe az időbe az egyház felvállaljon különböző szociális, karitatív dolgokat, hiszen a fiatalok nagy többsége a bizonytalanság miatt elmegy külföldre dolgozni. Én úgy gondolom, hogy nekem és nekünk, református lelkészeknek és református egyháznak azon kell munkálkodni, hogy azok, akik itt maradtak, az öregek, a rászorulók, a betegek, az elesettek,
és sajnos a gyermekek, akik szülők hiányába vannak itthol, és csak néha-néha találkoznak a szüleikkel, azok kapjanak egy igazi keresztjén lelki töltetet, és akik pedig rászorulnak arra, azokról gondoskodjunk minél nagyobb szeretettel, és minél nagyobb gondoskodással. Én úgy gondolom, hogy azokat a közösségi tereket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy nép, egy nemzet megmaradjon, azokat nekünk feladatunk munkálni és megtartani, hogy amikor eljön a felemelkedés ideje, ami azért imádkozunk, hogy ne legyen sokára, akkor ezeknek az embereknek legyen hova hazatérni Kárpátaljára. Amíg a magyar közösségeknek, gyülekezeteknek lesznek olyan pásztorai, akik úgy gondolkodnak, mint Zsukovszky Miklós, addig van remény a megmaradásukra. Hiszen a tűzoltó parancsnok Esperes nem ismer lehetetlent, mert azt mondja, az igaz embert megsegíti az Úr, ezért viszont tennie is kell. Beregszász után Ungváron adott különleges koncertet a magyar népzenei és jazz élet kiválóságaiból álló Eastwing Group és a felvidéki származású népzenész Agúcs Gergely. A sokszínű műsorban saját kompozíciók, zenei feldolgozások, különleges jazz interpretációk, sőt Agúcs Gergely ázsiai gyűjtésű dallama is helyet kaptak. Nagyon-nagyon inspiráló volt, és nagyon intenzív, és nagyon nagy erő volt benne, ahogy előadták. Úgyhogy akinek nem volt eddig közelálló ez a két stílus, szerintem azt is magával tudta ragadni ez az összeállítás. Nagy hiánya van itt nálunk az ilyesfajta magyar kultúrának, amit most is láthattunk a színpadon. Ez egy hiánypótló, de nagyon nehéz elérni Ungváron az embereket és Ungvár környékén. Ez a legnehezebb, hogy elérni egy plakáttal, megfogni őket, főleg egy olyan stílus iránt, amit még nem ismernek, vagy olyan előadók iránt, akit nem ismernek. Viszont szerintem jó úton haladunk, mert mindig egyre több az ilyesféle program, és olyan előadókat tudunk idehozni Kárpátaljára, akik még nem jártak itt, vagy ilyen összeállításban, ilyen formációban még nem jártak itt. Az Eastwing Group a jazz Magyarországon kialakított változatát játssza. A mostani felállásban a zenészek 3 éve alkotnak egy csapatot. Céljuk az volt, hogy megmutassák a közönségnek, hogyan ötvözhető a jazz műfaja a magyar népzenében kialakult hangzásokkal, zeneérzésekkel. Régóta formálódik a magyarországi jazz életben ez a közeledés, és semmiféleképpen nem mondanám, hogy most mi új műfajt teremtünk, hiszen a mai zenei életben gyakorlatilag a műfajok már megszűnnek létezni, hanem egész egyszerűen a jazzt próbáljuk megújítani, egy kis friss fuvallatot hozni ebbe a zenébe. Éppen a magyar népzenében kiérlelt hangszínekkel, kifejezésmódokkal, és egyáltalán azzal a lelkülettel, amit a népzene kitermelt. Ugye nem is az ami, tehát nem maga a dallam, hanem az ahogyan, amiképp azt előadják, tehát ezek a játékmódok, éneklési stílusok, illetve a miértek érdekelnek minket, hogy miért alakul ki úgy egy dallam, ahogy azt a népzenében dokumentálják mai napig a népzenekutatók, és ezekre a miértekre keressük a választ úgy, hogy közelítjük a műfajokat egymáshoz. Nem nehéz, hiszen a népzenének és a jazznek vannak olyan közös vonásai, amelyek közelítik már önmagukban is ezt a két műfajt egymáshoz. Ilyen például az improvizatív jelleg, ami mind a két oldalon megtalálható. Tehát a népzenének is vannak ugyan stiláris határai, ugye nagyon fontos betartani azokat a hangsorokat, azokat a hangszíneket, azokat a kifejezésformákat, de azon belül azért egy hatalmas nagy szabadsága van
a népzenét játszó muzsikusnak, és talán ugyanez jellemző a jazzre is, és ezeket a kapcsolódásokat próbáljuk megjeleníteni, vagy ezeket a közös vonásokat itt a koncertjeinken is. Erdélyben már voltunk, Felvidéken jártunk több helyen, két éve egy nagyobb lélegzetvételű erdélyi turnét is lezavartunk, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy a Kárpátaljára is ellátogattunk, hiszen ez egyben egy misszió is. Megmutatjuk az itt élő magyaroknak azt, hogy a magyar népzenének az értékei, azok nem valamiféle múzeumban való dolgok. Még önmagukban sem, tehát a maga eredeti, autentikus alakváltozatában is megéli ez a zene a helyét, de akar alkalmas arra is, hogy egy-egy ilyen másik műfajba belátogatva új értékeket, új szubstanciákat hozzon létre. Mennyivel más a fogadtatás anyaországban és a külhoni területeken? Mi azt tapasztaljuk, hogy érdeklődőbbek a határon túli magyarok, egyfajta önzetlen, szívélyes közeledéssel viszonyulnak hozzánk, és azt is látjuk, hogy egész egyszerűen többen jönnek el a koncertekre. Valahogy talán arról is szól ez, hogy a határon túli magyarság településein egy-egy rendezvény, amit magyarok adnak magyaroknak, az többet jelent, mint Magyarországon. Az a megmaradásunkról szól, azért beszélek így, mert én is szlovák állampolgár vagyok, tehát én is felvidéki magyar vagyok, és ezért nagyon átérzem azt, amit most itt elővezetett. Tehát, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy a művészet nyelvén is kifejezzük a magyarságunkat. És szerintem, amíg élünk, amíg lélegzünk, és amíg határok választanak el minket egymástól, addig ezt a missziót teljesítenünk kötelesség.
A koncerten a magyar fúvós hangszerektől kezdve a magyar kecskedudán, hosszúfúróján, flótán és erdélyi fúvolákon át megszólaltatták a tárogatót és a kis dorombot is. Mégis a hidat a két zenei műfaj között a hegedű képezte. Gyerekkoromban az esti mese Magyarországon, a Kossuth Rádióban, az a Rácaladár címbalmazta a Csillagok, csillagok. És én nekem kicsi koromtól kezdve a népzene az ettől aztán mindig bekerült a szívembe, aztán az iskolában kórusban énekeltem a Kodályt, aztán utána elkezdtem klasszikus gitárra foglalkozni, és a végén kikötöttem a jazznél, de ez sose szűnt meg bennem ez a magyar tudat, tehát ez a fajta dolog, és akkor elkezdődtek ezek a világzenei kísérletek így először talán a 80-as évek elején. Akkor én is belevágtam pont ebbe a cimbalom hangzásba, és ez az E-Swing is először egy trió volt, ahol egy cimbalmos volt, és egy indiai tablás, még én éltem Németországban, és ott találkoztam egy tablamesterrel, aki ott élt Németországban, és abból végül is elkezdtünk úgy muzsikálni, hogy indiait is, meg magyart is, meg jazzt is. És akkor hirtelen azt fedeztük föl, hogy az indiai zenében vannak olyan motivumok, amikor én azt mondtam, Shankar Lalnak hívták őt, Shankar, ez magyar. Nem, ez indiai. Eljátszottam neki, de ez magyar. Tehát olyan motivumokat találtunk, hogy teljesen közös. Elkezdtük megfejteni a nyelveket. Kiderült, hogy van egy csomó közös szó. És akkor azt mondtam, hogy akkor most miért játszunk külön ragákat, meg népdalokat, meg mit? Ja, hát próbáljuk meg az egészet összefogni. És akkor így kezdődött ez el, és utána bevontam magyar zenészeket, hát Frankit, de nálam mindenki megfordult a zenekarba, annak idején Dresmisitől kezdve, Lakatos Tóni, Nagy János, Latman Béla, Horváth Kornél, aki most ugye az évütőse lett a világ, ez az angol magazin a világ összes ütőse közül, ugye őt választotta. Tehát nagyon sok mindenki megfordult a zenekarban, és így csiszolódott ez a műsor. Mi nagyon sokat járunk Erdélybe is, most is volt egy erdélyi turné, mondjuk egy másik formáció, ott kortárs zenéket játszottunk, de nagyon szeretjük, Felvidéken is voltunk, és nagyon szerettem volna már ide végre eljutni, egyszerűen meg kíváncsi voltam. Nagyon sok képzőművész barátom van, akik azért többet járnak ide, mert mindig van egy szoboravatás, vagy egy kiállítás, de a koncertszervezés az azért nagyon nehéz, mint kiderült, amit én nem tudtam,
mert a hangszereket és a hozzávalókat be kell ide hozni, mert ugye ez nem úgy van, mint az EU határon, hogy bedobom a kocsiba, aztán ott kiszállok, fölpakolom a színpadra és játszom, hanem a határon van egy ilyen őrületes ceremónia, ahol mindent átvizsgálnak, megnézik, hogy mi az, fölírják, azt be kell hozni, azt vissza kell vinni, stb. És ez így eléggé megbonyolult, és szerintem nagyon sok mindenkit el is riasztett. De minden esetre az, hogy ide eljutottunk, az egy nagyon komoly összefogásnak és egy nagyon-nagyon komoly elhatározásnak az eredménye, és meg kell említsem Balogh Zoltán miniszter urat és az NK, most már nem NK-nak hívják, de hát a Emberi Erőforrások Minisztériuma segítsége nélkül ez nem jöhetett volna létre. Nem kéne agyon bonyolítani, Bartók és Kodály is hozzányúlt ehhez. Mi ma, a mai zenészek, a mai nem vagyunk Bartókok és Kodályok, mert tehát abban a magasságokban nem tudunk gondolkodni, mert nyilván egy évszázadban egy-két ilyen ember születik. De azért megpróbáltuk mi is azt, hogy a mi mai nyelvünkre lefordítsuk a népdalt, ami mindennek az alapja. Minden zenének. Bachnak, Beethovennek, bárminek. És örömmel vettük észre, hogy ezt így gondolja az itteni közönség is. Azon kívül Ungvár gyönyörű, ez a fekvés egy csodálatos, ez a kis színház, ez csodálatos, nagyon jó az atmoszféra, még az akusztika is nagyon jó, tehát nem is tudnék elképzelni jobb helyszínt. Tehát, mi nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehettünk és muzsikálhattunk. A Gócs Gergely és az East Wing Group közös formációjának sikerét bizonyítja, hogy már második közös lemezüket adták ki, hiszen ha nincsenek műfaji határok, korlátok sincsenek.